A Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle 52. évfolyamának 4. lapszámát mutatták be hétfőn a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A folyóirat legújabb száma Arany Jánosról és munkásságáról szól, hiszen a költő 200 éve született. A szemle szerkesztősége a könyvtárban működik, amely egyben a kiadó is. Megyei könyvtárként nagyon fontos, hogy a megyénkben lévő kulturális szellemi értéket közvetítsük az olvasók felé, mert még hiába a digitális korszak és a digitális világ, úgy gondolom, hogy az olvasók és az állampolgárok szívesen veszik kézbe a hagyományos nyomtatott könyvet, nyomtatott sajtót, bár tény, hogy egyre nagyobb teret hódít az elektronikus formája is. A szemlének is van elektronikus formája. Megkeresett minket például az EBSCO kiadó is, és ott is fogjuk majd terjeszteni. Az Arany János emlékév kapcsán született az ötlet, hogy a Nyíregyházán élő írók, költők, irodalomtörténészek és professzorok megemlékezzenek a költőről, és különleges formában foglalják munkáját. Az aranyblokknak van egy olyan része, amely úgymond a komoly irodalom, vagy irodalomtörténet és nyelvészet dolgozatait teszi közzé. Valamint van egy másik része, egy második része, amely a vidám Arany Jánosról szól, azaz, hogy néhányan összeálltunk, szövetkeztünk arra, hogy megírjuk többek között Arany János, Petőfi Sándor és Tompa Mihály eleddig meg nem írt levelezését egy ilyen posztmodern játék keretében, és mindezt a Vidor Fesztivál kapcsán jelenítettük meg. Ezt a vörös posta kocsi megjelentette, majd a szöveg finomítása után most a szemlébe is bekerült. A folyóirat nem csak az írók számára fontos, a megyei önkormányzat is segíti a lap működését. Több évtizedes múltra tekint vissza a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle, egy fontos szellemi műhely a megyében alkotóknak, akár tudományos műhelyről, akár pedig esztétikai irodalmi alkotásokról van szó, egy fontos megjelenési lehetőség, és azt gondolom, hogy az elmúlt években kinőtte a provinciális jellegét is, és nagy merítési bázissal igazán országos figyelemre tartott számot a szemle. Volt egy időszak, amikor sajnálatos módon szünetelt, aztán, hogy rendeződött a megyei önkormányzat anyagi helyzete, mi is az önkormányzat is rendszeresen hozzájárul évről évre a szemle kiadásához. A 2017-es év utolsó szemléjét az idén több díjat is elnyert Nagy Csuka versei színesítik.